Kedves hallgatók! A... Elérkeztünk a harmadik előadáshoz, ami az ókori kozmoszképről szól. Ebben az égitestek mozgásáról fogok beszélni, és támaszkodok a korábbi két előadásra, sőt, hát az ókori mechanikáról elmondottakra is. Nézzük csak sorra, hogy milyen égitesteket ismertek. Az ó, milyen égites csoportokat ismertek az ókori emberek, és nézzük meg, mit állítottak ezek mozgásáról. Az első csoport az az álló csillagok, vagy hát ma már ugye ezeket csak csillagoknak nevezzük, ezeknek a mozgása. Azért, hogy jobban megértsük, itt is, meg a következőknél is úgy kezdem majd mindig, hogy ma már tudjuk, hogy a csillagok ilyenek meg olyanok, és akkor ehhez képes tudjuk megérteni, hogy mit és miért gondoltak az ókoriak. Nos, szóval ma már tudjuk, hogy a csillagok a naphoz hasonlóak. Vannak kisebbek, nagyobbak, fényesebbek, halványabbak, de nagyjából a nap méretskálájába eső fénylő objektumok. Azt is tudjuk, hogy sok milliárdszoros földát mérőnyire vannak tőlünk és egymástól. Ez nem költői túlzás, tényleg a legközelebbi csillag az szem 3 milliárd szoros földátmérőnyi távolságban van. Aztán tudjuk azt is, hogy a csillagok ugyan valójában gyorsan mozognak, de ez az óriási távolság miatt csak évezredek alatt válik észlelhetővé. Tehát a csillagképek azok fixnek gondolhatók, ha az ember csak néhány száz vagy egy-kétezer évig nézi őket, valójában mozognak a csillagok, csak ez nem látszik meg a nagy távolság miatt. Szóval mindezek miatt az ember, az ókori ember azt az elképzelést állította föl, hogy a csillagok egy gömbre vannak rögzítve. Itt láthatjuk ezen a rajzon az égi, az ég gömböt, amin rajt vannak szépen a csillagok körbe veszik az égitesteket, testeket legközépen pedig itt láthatjuk a földet egy megjegyzés természetesen az ókorból nem maradt ránk eredeti rajz a papír vagy e féle anyagok elkopnak elvásnak, elkorhadnak ezek többszörös másolatok ez egy középkori rajz természetesen, de az ókori elképzelést mutatja. Tehát a csillagok egy gömbre vannak rögzítve, és valljuk be, hogyha kimegyünk a szabad ég alá, nekünk is ez az érzetünk, mert nem tudjuk felfogni ezeket a hatalmas távolságokat. A csillagokról azt gondolták az ókorban, hogy ezek elhanyagolható méretű kicsikek is fénypontok, ezeknek egyes elképzelések szerint önálló fényük van, mások szerint csak a napfényét verik vissza. Igen, ez is volt egy elképzelés, e, aztán mások ezt cáfolták, hogy például a nap helyzetétől nem függ a fényességük. E, de ismét mások pedig azt mondták, hogy ezek csak lyukak, amiken át átlátunk az ég boltozatán, és a fönti, mondjuk a mennybéli fények szűrődnek le ezeken a lyukakon keresztül. Hát akármit is gondoltak az ókori emberek erről, az biztos, hogy a csillagképeket például a navigációban fölhasználták, és ö, ezek a fix alakzatok könnyítették a tájékozódást a tengeren, de a nagy síkságokon is ö, használták a, a nagy síkságokon élő népek tájékozódásra ezt. Oké, okay, a csillagok tehát egyszerű, egy gömbre vannak felrögzítve, és ez a gömb szépen forog a középen fix föld körül. Nézzük csak, mit gondoltak a nap és a hold mozgásáról az ókoriak. Emlékezzünk a, a planetárium programmal bemutatott dolgokra. Ma már tudjuk, hogy a hold tényleg kering a föld körül, Kb. egy hónapos periódussal, enyhén lapult ellipsis pályán. Azt is tudjuk, hogy valójában nem a, föld, nem a napkering a Föld körül, hanem a Föld a Nap körül, de ez a Földhöz rögzített rendszerben úgy néz ki, mintha a napkeringenek körülöttünk. Ennek a periódusa egy éves, hossz, hát ez határozza meg az évnek a hosszát, és ez, egy, ez is enyhén lapult ellipsis pályán történik, tudjuk ma már. Az ókori elképzelés az az volt ugye, hogy a Föld nem mozoghat, mert éreznünk kellene, és ezért úgy gondolták, hogy a középen fix Föld körül a Hold és a Nap kering. Ezen az ábrán itt van ez a Hold, és ez pedig a Nap. Hogyha látjuk, meghatározott körökbe sorolva a középen levő Föld körül, kering a nap és a hold egy picit eltérő periódus idővel. És amint említettem már, úgy gondolták, hogy a nap és a hold sokkal kisebb, mint a föld, erre egyszerűen a szögmérő és a becsült szögméret és a becsült távolság alapján következtettek. Nos, a legbonyolultabb a bolygók mozgása, a planetárium programos bemutatóból láttuk, hogy azok nem egy irányba mennek, hanem néha látszólag visszafordulnak, és ez, és ez mindenképpen megmagyarázandó dolog. Ma már tudjuk, hogy a bolygók a nap körül keringenek, körülbelül egy irányban, körülbelül egy síkban, enyhén lapult ellipszis pályán. A Föld is egy bolygó. És a bolygók azért látszanak hurkolódó mozgást leírni a Földről nézve, mert eltérő szüksebességgel kering a Föld, és a bolygó, hát mondjuk ez a föld rendszer, amit itt az ábrán feltüntettem. Most nézzük csak. Egy, hát ez nem egy planetárium program lesz, hanem egy ilyen égszimulátor program, amivel röpködhetünk a, az égi testek között. Most azért, hogy látszódjanak a dolgok, begyorsítom, most tízezerszeres, most százezerszeres gyorsításban nézzük, hogy a föld szépen forog, a, a, ahogy azt ma már tudjuk. Rendben van, távolodjunk el egy kicsit a Földtől, és a gyorsítást visszakapcsolom. És itt jobb oldalt láthatunk egy mozgó dolgot, ami szépen odépszalad, odépszalad, ez a hold. Ilyen hatalmasak a távolságok, tehát ekkora üres részek vannak, és ez még nem is a legrosszabb eset. Itt szépen a hold kering a föld körül, ahogy elnézzük. Most visszalassítom egy picit ezt a dolgot, hogy ne keringjen a hold. Na, a látvány kedvéért azért ráklikkentek, és hogyha oda repülünk a holdnak a közelébe, akkor tényleg most, most mindenki láthatja, hogy ez tényleg a hold, tehát nem, nem csaltam, amikor azt állítottam, hogy ez a hold menjünk szépen vissza a Földhöz, mert ez lesz nekünk a fontos. Na most a Föld, mint mondtam, kering a nap körül. Ha elrepülünk a naphoz, ezzel a szimulátor programmal akkor egy izzó gömböt láthatunk néhány folttal, amit más irányból is meg tudunk nézni, és el tudunk tőle távolodni, és a szimulátor programunk olyan dolgokat is megtesz, amit e, magunktól nem látnánk olyan szépen, meg tudja jeleníteni a bolygópályákat. Nézzük csak, most bekapcsolom a gyorsítást, most már egymilliószoros gyorsításban nézve, nézzük csak, ez a Merkur Vénusz Föld. Ez a Föld, látjuk, hogy e, néhány tucat másodperc alatt megtesz egy kört, hát az egymilliószoros gyorsításban. Itt vannak az ellipszis pályák, amikről, Beszéltem. Azt hiszem, ha még csökkentjük a nagyítást, akkor megláthatjuk a többi bolygót, ami még lassabban kering, tehát még nagyobb gyorsítás kell ahhoz, hogy meg tudjuk figyelni ezeknek a mozgását. Azt hiszem nem lepődik meg ezután senki, hogyha ráülünk az egyik ilyen ringlispírre. Például én most azt mondom, hogy üljünk rá csak a földre, kiválasztottam a földet. Oda megyek, a Föld közelébe, kicsit eltávolodok, hogy ne takarja ki a látómezőmet a Föld, meg visszabillentem a naprendszer egyensúlyát, aztán ránézünk a Marsra, behozzuk a látómező közepére ezt a Mars bolygót, és megkérem ezt a Planetarium programot, hogy a, földön, a Föld közelébe vagyunk, de azért kövessük, szépen a marsot, és nem csodálkozunk, hogy az egyik ringlispirről átnézve a másikra, ez a másik ringlispir, a mars, az a picike kis pöttyot elől, az most előrefele látszik menni a bolygók között, aztán mindjárt majd megfordul és visszafele megy, leír egy hurkot, kicsit begyorsítom, hogy ez korábban következzen be. Most visszament, most előre megy. Hurkolódik egyet a marsnak a mozgása földről nézve. Megint itt egy hurok. Nos, hát ez az a hurkolódó mozgás, amit az ókori embernek meg kellett magyaráznia, úgy, hogy a földet állónak tételezi fel. Az ókori ember erre azt mondta, hogy a bolygók körökből kirakható, hurkolódó pályákon keringenek a Föld körül, erről mindjárt részletesebb e, információkat adok, mert ez központi eleme a görög univerzumképnek, görög kozmosz képnek, de egészen a 1600-as évek elejéig e, minden csillagász e, ezt vallotta, hogy körökből kell összekombinálni a bonyolult bolygópályákat. Nos, mit mondtak a görögök a, a bolygó mozgásra? A Miért a görögökről beszélünk? Hát, ahogy a bevezetőben mondtuk, például tudjuk, hogy Mezopotámia, Babilónia területén rengeteg mérési adatot halmoztak föl a témában, de sajnos nem ismerjük az elméleteiket. A görögökről ismerjük a méréseiket is, azok nem voltak olyan szépek, mint a mezopotámiaiak, de az elméletbők fejlettebbek voltak, és ránk is hagyták az elméleteiket. A következőt ö, állították a görögök az égitestekről. Az égitestek gömb alakúak. Ugye, ha a föld gömb a napon holdon látszik, hogy gömb hát logikus ez, hogy a csillagok, meg a ö, bolygók is gömb csak éppen túl picik. Aztán rájöttek a görögök, valószínűleg a mezopotámiak is csak tudták, csak nem volt följegyezve, hogy a holdnak nem saját fénye van, hanem a napfényét veri vissza, és ennek megfelelően a nap és a hold fogyatkozás az egyszerű geometriai jelenség. Sőt, a periódusok pontos ismeretében előre is tudták ezeknek az időpontját viszonylag pontosan jósolni. Mi áll a bolygópályák közepén? Az biztos, hogy hurkolódó pályák vannak, de mi van középen? Két fő elképzelés élt az ókorban. Az első, az Pitagorastól ered, aztán majd említjük itt mindjárt Eudoxosnak a nevét, és az egész ókoronát végighúzódik az az elképzelés, hogy a Föld áll középen, és a bolygók epiciklusos pályán keringenek körülötten. Azt az epiciklikus szót ezt majd mindjárt megmagyarázom. De már az ókorban megjelent, és ennek a vezető neve Aristarchos, akiről majd beszélünk, az a gondolat, hogy a nap van a középpontban, e körül kering minden más, többek között a föld is, epiciklusos pályán. Kevésbé ismert ez, pedig egészen jól dokumentált, hogy a görögök is gondoltak már erre, hogy a nap legyen a középpontban. De mielőtt erre kitérünk, szeretném ezt az epiciklus fogalmát e, megvilágítani a hallgatóságnak, mert ez központi szerepű. A görögök ragaszkodtak a körpályához, mert ez a szimmetrikus, tökéletes alak az égbolton, ahol az örök rendszerint mozognak az égitestek, csak is ez a tökéletes alak illik, hogy fölbukkanjon. Kvalitatíve illeszkedik a megfigyelésekhez, ugye? Például a nap látszólag kering a Föld körül, meg a hold is, és első közelítésben a kör az egy jó ö, pálya alak erre. Csak hogy amikor megpróbálták számszerűen is a pontos iránymérésekhez illeszteni ezeknek a köröknek a sugarát, a keringés időket, akkor az derült ki, hogy nagyon-nagyon pontatlan eredmények adódnak. És ezért egy Eudoxos nevű görög filozófustól tudjuk először ezt a gondolatot, bár lehet, hogy már korábban fölbukkant, hogy körpályák kombinációjából ilyen úgynevezett epiciklusos pályákat gondoltak a bolygók pályának. Ezt a következőt gondoljuk. Itt van középen a Föld. A Föld körül elképzelünk egy kört, nem pontosan a föld közepével esik egybe ennek a körnek a középpontja, mert az asszimetriát már észrevették a görögök is, valójában ez ugye az ellipszis pályának köszönhető, de úgy gondolták, hogy vegyünk egy kört, aminek a közepe a föld közelében van. De ezen a körön nem maga a bolygó mozog, csak egy ilyen elképzelt pont, ez egyenletesen megy körbe, körül a pont körül rajzolunk egy kört, és ezen a körön megy egyenletesen a bolygó maga. Olyan, mintha egy ilyen csapágygolyó gorgulna szépen körbe, és ennek megfelelően a bolygó ilyen hurkolódó pályát ír le, és ezzel magyarázták például az előzőkbe bemutatott ö, dolgot, hogy a Mars az időnként visszafordul az égi mozgása során. Nagyjából egy irányba megy, csak néha ilyen hurkot tesz a fizikai modellt is társítottak a görögökhez az elképzeléshez. Úgy gondolták, hogy a kozmoszt ilyen átlátszó gömbök, kristálygömbök töltik ki. Ezek önmaguk nem látszanak, csak a ezeken, ezen gömbök között gördülő gömbök felszínén levő bolygók azok, amik valamiért fénybocsátanak ki, és ezeket tudjuk észrevenni. Ezeket a gömböket az égi szféráknak nevezik, és nagyon sokszor ezek, ez a kifejezés, hogy az égi szférák költeményekben is fölbukkan. Mint mondtam, sajnos ókori rajzok nemigen maradtak ránk, középkori másolataik maradtak meg. Ez egy 1500-as évekbeli könyvből van kimásolva. Itt láthatjuk, hogy Ezeket az égi szférákat satírozottan jelölték, és a köztük gördülő gömbökön képzelték el a bolygókat, hogy itt ö, ö, találhatók ezek a ö, különféle égi testek. Ez a földközéppontú, vagy ahogy sokszor emlegetik, geocentrikus elmélet a legnagyobb fejleszt, fejlettségét egy Claudius Ptolemaios nevű csillagásznál érte el, az időszámításunk szerinti második században. Ezt ő talán az első görög tudós, akit úgy említünk meg, hogy, idő, hogy időszámításunk szerint valahányban élt, és nem időszámításunk előtt e, valamennyiben élt. Tolemaios, ugye ez egy gyakori név volt, hozzá szoktak tenni valamilyen jelzőt, e, Claudius Ptolemaios egyrészt csinált egy nagy összegző munkát, az elődök eredményeiből, pontosította az epiciklusok számszerű adatait, tehát megmondta, hogy kérem szépen a marsak a mozgását úgy tudjuk leírni, hogyha a főkörének ekkora az átmérője, ennyi a periódusa, arra ráteszünk egy kiskört, és hát kiderült, hogy ahhoz, hogy igazán pontos legyen, nem is volt elég ez az egyszerű epiciklus, hanem még erre még további köröket tett, és végül is az akkori ismert égitesteket, tehát ez ugye a Nap, a Hold, a Merkur, Vénusz, Mars, Jupiter, Szaturnusz, tehát 7 égitestet, körülbelül 50 kör kombinálásával tudta a mozgásukat leírni. Tehát mindegyik égiteste jó pár kör ö, jutott, ilyen bonyolultan egymásba kapcsolódóan. Viszont ennek az 50 körnek a kombinálásával, Egyharmad foknyi pontossággal több évszázadra vissza és előre helyesen írta le a bolygó pozíciókat. Egyharmad fok az mekkora? Nemrég említettük, hogy a telihold teli átmérője az fél fok, tehát pontosabban, mint a teliholdnak az átmérője. Ez bőven elég volt minden akkori gyakorlati célra, tehát például navigációra ö, elegendő volt. Tolemályosznál. A geocentrikus vagy földközéppontú elmélet elérte azt a pontosságot, aminél pontosabbra nem is vágytak azok az emberek. Azt mondták, hogy hát kérem szépen ennél pontosabbra nincs szükségem, nem is igen voltak olyan műszerek, csak a legfejlettebb csillagvizsgáló ö, filozófusoknál, aminél ennél pontosabban tudtak volna ö, irányt mérni megbízhatóan. Sok egyéb csillagászati megfigyelés is fűződik Ptolaiosz nevéhez, de ezekről most nem tudunk beszélni, mert haladni kell előre, ugye az ókort szeretném ma befejezni teljesen. Ptolemusnak a műve arab közvetítőkön keresztül eljut Európába, és ezért a középkorban a geocentrikus világképet Ptolemoszi világképnek nevezik. Ezzel fog majd megütközni a Kopernikuszi világkép, majd az 1500-as években. Gyakorlati céloknak bőven megfelelt ez, és kb. 1500 éven keresztül e, legfeljebb kisebb pontosításokat hajtottak végre rajta, de alapvetően e, nem változtatták meg ezeknek a paramétereit e, és Ptolemaiosz szám, epiciklusai alapján számolták középkorban is a bolygó pozíciókat. Nos, a geocentrikus világkép tehát nagyon sokáig uralkodó volt, ezért még tegyünk róla néhány említést, néhány képet mutatnék. Itt van ez az egyszerűsített kép, ennek a középkori változatát mutattam már korábban, középen a föld, a levegő, úgy képzelték, hogy a levegő fölött van egy tűzből álló réteg, aztán a Hold, Merkur, Vénusz, utána a nap következett, a napnak a körei következtek, és utána a Mars, Jupiter, Szaturnusz, és végül az álló csillagok. Miért gondolták ezt? Azért gondolták ezt a sorrendet, egyrészt például az biztos, hogy a hold közelebb van a napnál, különben nem lehetne napfogyatkozás, hogy a Merkúrt meg a többi bolygót miért így helyezték el, az a mozgási sebességüknek. Tehát, hogy napról napra hány fokkal vándorolnak oda, odébb, az alapján az egyre lassabban vándorlókat egyre kijebb tették. Ez egy logikus sorrend. De ugye ne felejtjük, ez a baloldali, ez egy egyszerűsített tábra. Valójában sok epiciklusból kombinálták ki e, a pálya Pályáknak a pontos leírását azért, hogy a mérési adatokkal összecsengő értékeket kapjanak. Még egy megjegyzést szeretnék itt tenni ehhez az epiciklusos elképzeléshez. A görögök szerettek szerkeszteni, és ezt jól meg tudták szerkeszteni, de fogaskerekeket is tudtak készíteni jó nem tömeggyártásban, hanem jó lassan kézi munkával, és fogaskerekekből is ez a modell szépen összerakható. Ráismerhetünk ez ez ebben az ö, ókori ö, eredményeknél elmondottakra, az ókori matematikánál mondottakra az antikütériai leletre ráismerhetünk, hogy ott is fogaskerekekből rakták ki a bolygó mozgást, és ez nagyon adja magát, hogy fogaskerekekkel valósítsunk meg egy ilyen bolygómodellt. Tehát az ókori ember kitermelt egy olyan világképet, ami megfelelt a mérési pontosságoknak, pénési pontoságnak, összhangba volt a legelfogadottabb mechanikai elmélettel, ugye az arisztótelészi peripatetikus dinamikával, és minden úgy tűnt, hogy rendben van, a világ az már pedig így néz ki. De, amit előrevetítettem, volt néhány gondolkozó, az ókorban is, aki fölvetette, hogy a nap van a középpontban, tehát a heliocentrikus elmélettel is foglalkoztak néhányan. Mozoghat a föld? Ugye erre részben a Föld forgásánál válaszoltuk, észlelnünk kellene a Föld forgását, meg azt is, ha a Nap körül keringene, az még nagyobb sebességet jelentene. Ráadásul ugye az Arisztotelészi Mechanika szerint a Földnek nem illene mozogni, mert a földi dolgok természetes állapota a nyugalom. Meg aztán egy ilyen világmodellben, hogyha kicserélnénk a Földnek meg a Napnak a szerepét, akkor az égi szférát, a legkülsőt, az, a csillagoknak a ö, gömbjét egy kicsit más irányból látnánk a Föld keringése során, tehát az álló csillagoknak el kellene torzulni az csillagképeknek. Mindezen ellene érvek ellenére az ókorba felmerült a napközéppontú ö, bolygó mozgás elmélete, legelső feljegyzés, Hérakleidésztől származik az időszámításunk előtti 4. századból, ő azt mondta, hogy a Merkur és a Vénusz keringenek a nap körül. Egy nagyon érdekes megjegyzése volt, azt mondta, hogy amikor Egyiptomba jártam az ottani csillagászoktól hallottam ezt. Na, itt verik a fej, ö, fejüket a falba a mai tudománytörténészek, hogy ezek a feljegyzések nem maradtak meg Egyiptomból. Hérakleidésztől tudjuk, hogy. Ezek szerint az egyiptomiak igencsak agyaltak a bolygó mozgáson, hogyha fölvetettek ilyet, de maga az eredeti egyiptomi gondolat nem maradt fel. Miért gondolták ezt, hogy a Merkur és a Vénusz ö, a nap körül keringenek? Azért, mert a Merkur és a Vénusz nem távolodnak el a naptól egy adott szögértéknél jobban. Ugye ők belső bolygók közelebb vannak a naphoz, mint a Föld, tehát sose látszanak ellenkező irányba, mint a nap a földről nézve. Ezt észrevették, és azt mondták, hogy láthatóan a Merkur és a Vénusz kötődik a naphoz, tehát akkor lehet, hogy a nap körül kering. És Aristarchos volt az az időszámításunk előtti harmadik században, aki részletesen kifejtette, és érveket is szolgáltatott a napközéppontú világkép mellett. Zseniális ötletei voltak a kozmikus távolság mérésben. Kicsit, csak pici túlzás azt mondani, hogy ő teremtette meg a kozmikus távolságmérést. A legfontosabb eredménye az volt, hogy a nap jóval nagyobb, mint a Föld. És akkor logikus, hogy ő legyen a középpont. Na nézzük csak, hogy Arisztarhoz távcső nélkül hogy tudott ilyen következtetésekre jutni. Nagyon trükkös volt, ugye a geometriát hívta segítségül. Legelőször is a Hold méretét és távolságát állapította meg a következő szellemes eljárással. Tudták a görögök, hogy a holdfogyatkozás azért van, mert a hold beér a földnek az árnyékába, látjuk ezen az ábrán, amikor teljesen ermelül a föld árnyékába, akkor nagyon sötét, azért némi fény szóródik a föld légkörén, és ilyenkor se húny ki teljesen a hold, de jóval sötétebb, mint máskor. De Aristarhosz arra figyelt föl, hogy amikor belép a hold a föld árnyékába, amikor még nem teljes, hanem részleges a fogyatkozás, akkor a föld árnyéka egy ilyen ívet rajzol ki a holdon, ahogy ezt látjuk, és ezt, hogyha képzeletbe kiegészíti egy teljes körré, akkor megkapjuk, hogyha oda tennénk a földet, ahol a hold van, akkor mekkora lenne a holdhoz képest? A Föld árnyékának a görbületét megmérte. Ne felejtjük, ő nem tudta ezt lefényképezni, ő ezt csak úgy szemmértékkel, illetve hát a hold irányába tartott szögmérőkkel tudta megtenni, és megállapított, hogy a Föld kb négyszer nagyobb, mint a hold. nézzük, csak itt a hold, itt pedig a Föld. Itt a Föld árnyékára rá föld árnyéka egy kis körív darabot jelöl ki, és az alapján állapította meg. Ez egy jó érték. Tényleg kb. négyszer akkor a föld átmérője, mint a holdé. Na de a föld méretét ismertük, addigra már többen megmérték, ezért megvan a holdnak a mérete is. Na de tudjuk, hogy a hold az félfokosnak látszódik a földről nézve ha ismerik a, földe, a holdnak a távolságát, bocsánat, ismerik a holdnak a ö, méretét, tá, távolság egységben, tehát kilométerben, vagy hát, stádiumban, amit a görögök használtak, meg ismerik a szögméretét, a görögök ebből nagyon könnyen megállapították, hogy a föld hold távolság az kb. 30 föld átmérőnyi ez a távolság. Ez egy nagyon jó közelítés. Valójában nem 30, hanem 31 földátmérő, de sikeresen megmérte ezt. Ez egy ügyes húzás volt, de ez még nem forgatta volna föl a világképet. Ami a nagy felfordulást okozta, az a nap mérete és a nap távolsága volt. Ezt Aristarkus a következő módon ö, mérte meg. Kivárt egy olyan időpontot, amikor pontosan félhold van, tehát a Földről nézve, a fény árnyék határa holdon az egy egyenes. Ilyenkor a föld hold nap háromszögben a holdnál derékszög kell, hogy legyen, ez szerint az ábra szerint. Megmérte Arisztarhoz, hogy ekkor a földről nézve a hold és a nap hány fokos szögben látszik egymástól. Ezt jelöltem az ábrán alfával. Nos, a mai hallgatóság ez igazodva képlettel írom föl, de Aristarchus ezt nem használta, hanem szerkesztette. Mindjárt mutatok is majd, hogy milyen ábrákat szerkesztett Aristarchus. Minden esetre, ha ismerjük ezt a B oldalt, a háromszögbe, a földholt távolságot, ezt az alfa szöget, akkor meg tudjuk a derékszögű háromszög átfogóját könnyedén kapni, és Aristarhoz a méréséből arra következtetett, hogy a földnap távolság kb. 20-szor akkora, mint a földhol távolság, és azt is ki tudta ebből számolni, hogy a nap az kb. 5-ször nagyobb, mint a föld. Na de ha a nap sokkal nagyobb, és pillanat az 5-szörös átmérő, az ugye 125-szörös e, térfogatot jelent, akkor a nap van a középpontban, mondta e, Arisztarhoz. Hát meg kell említeni, hogy a mérés abban az időben elég pontatlan volt, ezt az alfaszöget számottevő hibával tudta csak megmérni a risztarhoz. Valójában nem 20, hanem 400 az arány a földnap és a földhol távolság között, és a nap <coughs> nem csak 5-ször, hanem inkább 100-szor, kicsit több mint 100-szor nagyobb, mint a föld az átmérőjét tekintve de a módszer korszakalkotó volt, és kiderült, hogy a nap sokkal nagyobb, mint a Föld, hogy pont mennyivel az vitatható, de egész bizonyos volt, hogy sokkal nagyobb a nap, mint a Föld. Itt van egy másolat, mint mondtam, eredetiek sajnos az ókori görögöktől nem maradtak ránk. Ez egy 10. századi arab másolat Arisztarhoz egyik művéről, amiben látjuk, hogy nincsenek képletek, hanem szerkezgeti a nap, föld és holdnak a relatív e, méreteit ebben a, az esetben. E, itt e, szerkesztette meg ezeket. Hiányosságok. Na persze, hát könnyű utólag okosnak lenni. Arisztarhoz így is jóval meghaladta a korát. E, tehát amikor azt mondom, hogy milyen hiányosságai vannak Arisztarhoznak, akkor ez nem a személynek a kritikája, hanem tényszerű megállapítások. Nem dolgozza ki a részleteket. Nem tölti föl a napközéppontú elméletet olyan konkrét pályaparaméterekkel, mint ahogy azt megtették például Ptolemaios és kortársai. Tehát nem csinál ebből egy mindennapi életben a navigációban használható eszközt. Aztán maga Aristarchus is tudta, hogy azért bizonytalan ez az utóbbi mérése, és ezért többen kételkedtek a ö, következtetéseiben. Meg hát a hiányzók, miért nem érezzük a Földnek a mozgását? Erre semmit nem tudott Aristarchos mondani. Ezért nagyon sokáig, évszázadokig, csak egy valószínűtlen hipotézisként kezelik a napközéppontú elméletet. Még maguk a görög csillagászok se vették komolyan. Például Ptolemájos, ö, most megint utólagos okoskodás, Tolemaiosz, miért nem kezdett el ezzel is foglalkozni? Mondhatnánk elegánsabb elmélet, mint a föld középpontú, de ne feledjük el mindazokat, amit az előző fél órában mondtam. Nem volt hihetetlen a földközépontú elmélet az akkoriaknak. Még egy visszautalás a korábbiakra, ugye említettem, hogy az időszámításunk előtt második százattól kezdve egyfajta megrekedés figyelhető ö, meg a görög ö, fizikában. Tehát nagyon újszerű elméletekkel már nem próbálkoznak. Ez is ezt mutatja, hogy senki nem vette a fáradtságot, hogy nézzük csak, meg nem hozható ki valami ebből a napközéppontú elméletből, valami elegánsabb jobb dolog valójában rájöhettek volna az ellipszis pályákra, az a Kepler törvényeire, minden adott volt az ő számukra, de megelégedtek ezzel a pontossággal, és csak a régi elméletet csiszolgatták, azt csiszolgatták, de a gyökeresen új elméletekben már nem vágtak bele ezekben a korokban. Végül néhány záró gondolat, Közkeletű tévedések is forognak fönn a régi emberekről, például az ókori csillagászokról. Ugye szoktuk emlegetni, hogy a földet régen laposnak hitték. Hát igen, nagyon régen. E, ugye az ilyen 6. századtól a pitagóriusoktól tudjuk már, hogy a föld gömb alakú, és a középkori ember is e, tudta ezt, aki egy picit is művelt volt. Aztán régi elképzelés, hogy a e, egy téves elképzelés, hogy a kozmoszról alkotott képet mindig a vallási elképzelések határozták meg, és ezek gátolták a fejlődést. Tehát ez egyáltalán nem igaz. Az igaz, hogy rengeteg vallási elképzelés volt mondjuk a világ teremtése kapcsán, és mondjuk nagyon sokszor az égitesteknek isteneket feleltettek meg, de ez nem akadályozta meg, hogy mondjuk Ptolemaios szerkezgesse az ötven körét, és ő számára az igazság kritérium az az volt, hogy milyen pontosan tudja visszaadni a megfigyelési tényeket. Aztán közkeretű tévedés, hogy a geocentrikus elméleten nevetni kell, mert mekkora hülyeség már, hogy a Föld van a középpontban. Nem, láttuk, hogy ez teljesen logikusan következett az akkori ismeretekből. És egy ismét, és egy, a következő hamis kép az ókori csillagászatról az az, hogy Kopernikus az 1500-as években találja fel a napközéppontú világképet. Egyáltalán nem igaz, Kopernikus maga is leír, hogy Arisztarhoztól veszi az ötletet, csak Kopernikus tölti föl konkrét pályaparaméterekkel ezt az elképzelést. Valójában az ókori csillagászat nagyon sok eredményt mutathat föl, és remélem, hogy aki végighallgatta ezt, az megérti, hogy miért is jutottak azokra a következtetésekre, amikre jutottak, még ha azok egy része téves is volt. Mindenképpen az ókori csillagászok javára kell írni, hogy óriási megfigyelési anyagot gyűjtöttek össze. Alkottak egy modellt a Ptolemaiosit, ami a mérési pontosságon belül megfelelt a megfigyeléseknek, a fizikai elméleteikkel is megvolt az összhang, de gátolta a továbbfejlődést az, hogy nem voltak jó műszereik, egy bizonyos pontosságnál a szögmérési pontosságukat nem tudták továbbfokozni, és nem volt távcsövük. Aztán a fizikai elméleteik is hiányosak voltak, meg hát a matematikai eszközök is gyengék voltak. Látni fogjuk, hogy például Kepler, aki a pontos pályákat fölméri, ő saját maga például a, tízes, a tizedes törtek jelölésének az egyik kitalálója volt, szükség volt erre, hogy a bonyolult számításokat el végezni. Szóval a komoly előrelépés a középkor végére érik majd meg az idő, de ezt majd a következő előadásoktól kezdve fogjuk meglátni. Köszönöm a figyelmet!